hogy mondjam el. Hogy szeretem a... Ez az. Hála Istennek az idő, az nagyon kedvez nekünk. Maradjon is így, itt olyan rossz idők voltak mostanában. Az év utolsó napján DJ Messi szórakoztatta a szilveszterezőket, akik szép számban érkeztek a Városi Művelődési Központ előtti térre. Szerintem az idei hangulat ez nagyon jó, mert nagyon kellemes időnk van, úgyhogy talán ilyen sokan még nem is voltak sosem, mint idén. Nagyon örülök, hisz ez az év utolsó napja, ilyenkor az emberek kicsit biztos gondolom, hogy utoljára jobban elengedik magukat, mint máskor. Soha nem szoktam felkészülni, mindig a környezet, vagyis a helyzet az adott, azt szerint csinálom, hogy a zenét, ahogy látom, hogy mire táncolnak, vagy mi a kedvenc, esetleg valakinek, bárkinek, hogyha van valami kérés, azt próbálom teljesíteni. Általában ezek a régi magyar slágerek, azok mindig bejönnek. Aztán ugye vannak ezek a modern mulatósok, ezek már olyan elég ilyen modern stílusban vannak elkészítve, a régi felvételeket átdolgozzák, vannak olyan emberek, akik ezzel foglalkoznak, és nagyon jó számokat tudnak kihozni a régi felvételekből is. És ezeket az emberek ismerik, generációk nőttek fel rajtuk, és szerintem mindig a régi zene az a jó zene. A szilveszteri buli után az új esztendő kezdete sokak számára az elcsendesedésről is szól. Fontos, hogy lelkiekben megerősödve vágjunk neki az új évnek. Azokban a napokban járunk, amikor már nagyon sokan azt a fogadalmat, amit tettek új évre, megszegték, megidologizálták, hogy ezt nem is kellett, nem volt fontos. A Biblia egy kicsit másfajta megújulásról beszél, és másfajta fogadalmakról is. Azt mondja az egyik ige, hogy újuljatok meg elmétek megújulásával, változzatok meg elmétek megújulásával, hogy így ítélhessétek meg, hogy mi a jó, mi a rossz, mi az Isten akarata. Én azt gondolom, hogy ez lenne minden embernek újévi programja, akár hívő, akár nem, hogy azt, amit tesz, azt a mindenséggel mérje. Tehát a mindenségben, ha értelme van annak, amit teszünk, amit fogadunk, amit helyre akarunk hozni, akkor annak értelme van itt is, hogyha nincs, akkor azon kell változtatnunk. Újabb karácsonyfát helyeznek el a lakosok az egyik kukaketrec mellé. A fák elszállításáról a Municipál Városi Közterület fenntartó cég gondoskodik. Idén január 8-ától kezdtük meg a kirobott fenyőfák, karácsonyfák begyűjtését. Ezt január folyamán egész hónapban fogjuk végezni két járművel minden hét első három napján. Tavaly év folyamán több mint 13 tonna fenyőfát gyűjtöttünk be. Szeretnénk megkérni a lakosokat, hogy a fenyőfákat tisztítsák le, mielőtt kihelyezik a szemétárlók mellé. Ugye több esetben előfordult, hogy műanyag zacskóba tekerve rakták ki. Ezt mi kénytelenek vagyunk eltávolítani a fáról, hogy tisztán kerüljön be a telephelyünkre. A karácsonyfákat az összegyűjtés után a municipál telephelyén ledarálják, és a ledarált fákat egy vállalat energetikai célokra hasznosítja.